November végén a Nyíregyházi Városházán tartott sajtótájékoztatón Úrik Attila bejelentette, idén elmarad a központi szilveszteri ünnepség, nem lesz se fellépő zenekar, se tűzijáték. Az állatbarátok ennek kifejezetten örültek, az állatvédők azonban így sem tudnak fellélegezni. Mint mondják, nem a 20-30 perces előre kiszámítható, tervezhető tűzijáték szokta ilyenkor a legnagyobb problémát okozni. A magánházaknál, kertvárosi részeken, mezős területeken, stb., de akár panelházak között is, tehát lakótelepeken is gyakorlatilag délután, kora délutántól elkezdődik ez az őrület, hiszen ugye bármennyire is tiltva van a petárda, de természetesen sok ember megoldja, hogy hozzájusson innen, onnan, amonnan, ez sose okozott problémát, illetve a tűzijátékhoz legálisan hozzá lehet jutni. Az állat szempontjából egyébként teljesen mindegy, hogy most legális vagy nem legális, vagy bármi, a hang és a zajhatás az ugyanaz. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy elkezdődik kora délután, és gyakorlatilag nem csak másnap hajnalig, hanem még sokszor elsőjén, másodikán, harmadikán is ellövik ugye ezeket a petárdákat, tűzijátékokat, és non-stop, tehát nem lehet rá felkészülni. Az állatok sokszor csak hallják a durranásokat, érzik a rezgéseket, de nem látják, mi is történik valójában, nem tudják beazonosítani a jelenséget. Egy felelősségteljes gazdi tudja, szilveszterkor különös figyelmet kell fordítani a házi kedvencére. A lakásban tartott kutyák sokkot kaphatnak, epilepsziás rohamok léphetnek fel. Számukra a bőséges vacsora, a gazdi jelenléte, a felhangosított tévé vagy zene, a leengedett redőnyök és a nyugi cseppek jelenthetik a megnyugvást. Embereknek való nyugtatót azonban soha ne adjunk a kutyáknak. Bár bebódítja az állatot, az érzékszervei tökéletesen működnek továbbra is, a félelem érzete nem szűnik meg. Az állatvédők arra kérik a gazdikat, ilyenkor ne kössék meg az ebet, mert eltépheti a láncot, majd menekülés közben megfojthatja, vagy felkötheti magát vele. A kint tartott kutyákat zárják biztonságos helyre. Ha mégis elszöknének a kutyák, nem szabad feladni a reményt. Amikor elcsendesedik minden, tehát például második, a harmadik a környékén, amikor már ugye senkinek nincs jó esetben petárdája, tűzijátéka, és nem beszélve arról, hogy az adott állatka, aki mondjuk meglógott otthonról, elkezd komolyan éhes és szomjas lenni, akkor szokott jönni az a hullám, amikor ugye az eltűnt állatok előbb bújnak a rejtekeikből, és próbálnak hazatalálni, tehát onnantól kezdve már láthatóak lesznek. Nagyon sokan hazakerültek egyébként már így az elmúlt időszakban, de szinte senki nem szilveszter éjszaka, hanem 2-3 nappal később, úgyhogy ha véletlenül ilyen történik, ne adjuk fel a reményt, keressük, plakátoljunk, leginkább nagyon fontos, hogy mikrocsip azonosító legyen a kutyában, ezt ellenőrizzük állatorvosunkkal, mielőtt belevágunk ebbe az egész szilveszteri hatatáriba, és hogyha lehetőségünk van rá, akkor érdemes ilyenkor egy bilétát is a kutyusnak a nyakába tenni, vagy akár a macskának is, ha esetleg kijáró szicáról beszélünk, mert sokkal könnyebben hazatalál, mint hogyha nem mindenki viszi el ugye csippet olvastatni az adott állatot, viszont hogyha van rajta egy látható biléta, azért az már nagy könnyebbség. Egy nyakörvet, bilétát viselő állat mellett ritkábban mennek el szó nélkül az emberek, mint egy egyszerű kóbornak tűnő kutya mellett. Fontos, hogy a nyakörvetett bilétán szerepeljen a kutya és a gazdi neve, valamint a gazdi elérhetőségei. Az állatban legyen regisztrált csip, amely tartalmazza a pontos információkat. Ez is segítheti a könnyebb hazajutást.